Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Az utóbbi időben 12 darab alternatív liszttel, maglisztel találkozhattatok nálam, a blogomon, az Instagram oldalamon, és itt is a YouTube csatornámon is láthattok maglisztel készült finomságokat és videókat. A mai videó ezekről a maglisztekről fog szólni, a Great Taste díjas Grappu Ila maglisztjeiről. Bemutatom azt a 12 lisztet, amivel én dolgoztam, és amikkel én különböző süteményeket, aprósütiket, sós, édes aprósütiket, desszerteket, tortákat, kenyérféléket és zsemlét sütöttem. Már ebből a kategorizálásból is láthatjuk, hogy mennyi mindenre szuper, és a felhasználásuk tényleg száma, tényleg végtelen. Imádtam ezt a projektet, tényleg, tehát számomra új ajtókat nyitogatott, meg nyitott ki, nagyon sokat tanultam belőle, az alapanyagokról, a maglisteknek az egészségre gyakorolt pozitív hatásairól, és hát tényleg szívből ajánlom őket, szóval a videóban a belőlük sütött süteményeket mutatom be, illetve beszélek az egészségre gyakorolt hatásairól, és a videó végén pedig elmesélem, hogy melyik volt az a top 3 kedvenc maglisztem, amit így szerintem mindenképpen próbáljátok ki, mert nagyon-nagyon finomak és nagyon egészségesek. Szóval, hogyha érdekel benneteket a téma, az egészséges maglisztek világa, egy kicsit nyitni valami új felé, akkor tartsatok velem. Hiszem, hogy egy egészséges táplálkozással, egy egyensúlyban tartott életmóddal nagyon sokat tudok tenni az immunrendszerem támogatása és az egészségem védelmében. Tehát az életmód alatt én itt a megfelelő mennyiségű mozgást, táplálkozást, tehát hogy tényleg táplálkozást, hogy táplálékot viszel be a szervezetedbe, nem valami gyors kaját, ami amúgy lehet gyors kajázni, csak nyilván a mérték az fontos. Az öngondoskodás, a stresszkezelést értem itt életmód alatt, és mi is, mióta ez a hülye vírus időszak sajnos megjelentés a nyakunkon van, hanem teszek, tehát hogy tényleg odafigyelek, és én szeptember óta heti rendszerességgel futok. A vírustól való félelem az, ami engem elküld a futópályára, de hát nem baj, hogyha ez valami küldjön. Én úgy érzem, hogyha ezekkel a kis lépésekkel és kis dolgokkal is, de tudok tenni az egészségem érdekében. Remélem nem verik szét. Egyszer csak így leesek az alattunk lévő lakásba. Csak nem, de így rendesen így remeg az egész alattam. Na mindegy. Először a kenyérfélékről szeretnék beszélni, tehát sütöttem egy kenyeret, egy kovászos kenyeret kendermaglisztel, illetve lemmaglisztel készítettem egy szuper puha, majdhogy nem keto zsemlé. Az első magliszt, amit kipróbáltam, a lemmagliszt volt, egy eszméletlen fehérje dús zsemlét sütöttem belőle, túró és tojások felhasználásával, na meg lemmaglisztel, és búzafinom lisztet csináltam akkor még első körben, de később ezt a búzafinom lisztet mandula lisztre cseréltem, és itt tulajdonképpen egy totál búza finom lisztmentes dologról beszélünk, ami még ráadásul a keto étrendbe is simán beilleszthető. Én imádtam ennek a zsömlének a makróit, az állagát, ami egy ilyen szaftos puhaság volt. Itt teljesen vonatkoztassunk el a keltésztás zsemlétől. Tényleg egy álom volt. És hát ugye a lenmagliszt, a lenmag, hát az ősidők óta egy csodaszer szinte. Nagy arányban tartalmaz eszenciális zsírsavakat, aminek az előállítására a szervezetünk nem képes. Magas fehérje, rost, ásványi anyag és vitamintartalommal bír, fogyasztásával csökkenthető a koleszterin szint, kezelhetők az ízületi gyulladások, és serkenti az agyműködést is. A lenmag egyébként egészben fogyasztva és szétrágva sem fejti ki úgy a hatását, meg kell a lenmagot őrölni, vagy kávédarálóval, vagy így lisztként, hogy az értékes, ható anyagai a szervezetünkben hasznosulni tudjanak. No hát, a következő a kendermaglisztelt készült kovászos kenyér. Hát itt ez egy csoda, mert én sosem gondoltam volna, hogy a kovászos savanyú uborkán, vagy nem is, a kovászos kapros savanyú uborkán kívül lehet valaminek
kovászos, kapros, savanyú uborka íze. Tehát, hogy azt mondtam, amikor megkóstoltam, hogy ilyen nincsen, de a kendermaglisznek a kovászos kenyérben konkrétan, még egyszer elmondom, hogy úgy rögzüljön, ha eddig még nem rögzült volna, kovászos, savanyú uborka, kapros, savanyú uborka íze van. Tehát, hogy zseniális. Én imádom, tehát, hogy amikor kicsi voltam, az asztalhoz nem szabadott savanyú uborkát kihozni, mert akkor Hanna savanyú uborkát evett, és nem hagyott az egész családnak, szóval, hogy így a kamrába jártam ki anyáig savanyú uborkázni, tehát, hogy így ennyire szeretem a savanyú uborkát, és hát én imádtam ezt a kenyeret. Tehát, hogy zseniális. Zsömlét is készítettünk belőle, egy magvas zsömlét, és tényleg a kendermag is ősidők óta egy jótékony hatású táplálékunk. Én itt a bevált kovászos kenyér receptemet alkalmaztam, és ebben cseréltem ki a lisztnek a 20%-át kendermaglisztre. Következő fejezet a torták. Török mogyoró liszttel készítettem egy brownie alapra épített, ami pusztán csak aszalt datójával volt ízesítve, mert már most elkezdtem kísérletezni az aszalt gyümölcs alapú édesítéssel. Tehát erre a brownie alapra építettem rá egy török mogyoró musztortát, amibe házi nutella is került. Tehát mind a mogyoró krém saját készítés, sőt még került rá török mogyoró grillázs is, ami a sütőtökös pitém, de mint eszembe, tökmag grillázsának a mintájára készült, ezt ide belinkelem. Gyorsan szeretném mondani, amíg nem kezdenek fúrni alattunk. Szóval ez a torta, ez szerintem zseniális. Imádtam, tehát ne egy gejl valamit képzeljétek el, hanem tényleg egy ilyen leheletnyire lágy, könnyű, mogyoró ízű, durván mogyoró ízű muszt, ami így eszméletlen. Tehát, hogy most egy hülyén hat, hogy itt nem magamat dicsérem, a tortát dicsérem, mert hogy tehát, hogy nagyon-nagyon finom volt. És mert tudtam egyébként, hogy ez az a liszt, ami tényleg egy nagyon nemes alapanyag, és ő egy valami varázslatot igényel. És szerintem sikerült belőle valami olyasmit kihozni, ami így tényleg nagyon-nagyon finom. A következő torta egy túró rudi torta volt, amit készítettem nyersen, tehát hogy sütés nélküli túró rudi ízvilágú torta, és a keksz alapba homoktövis maglisztet tettem, hogy tényleg a homoktövisnek minden pozitív tulajdonságát még nyersen megőrizzünk. A homoktövis korunk egyik legértékesebb gyógynövénye, termésének magja igazi A és E vitamin bomba. Immunerősítő polifenolokat, flavonoid jellegű összetevőket, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz. A kakaós keksz alapot fele arányban aszalt sárga balasztkal ízesítettem, ezzel is csökkentve egy kicsit a hozzáadott cukor mennyiségét. Máklisztel egy duplán mákos és angol főzött lemonkörrel készült és citromkrémmel készült kis linzereket sütöttem. Nekünk őrültem bejött ez a kombináció. Fú, tesómnak is hip-hop elfogyott, és kisüthettem újra. Hát ez nagyon finom. Erről találtak egyébként egy videót a YouTube csatornámon. Most nem megyek bele magának a máklisznek a zseniális élettani hatásaira. A videóban elmondok mindent. Érdemes megnézni. A mákliszt a darált máknál sokkal jobban eltarthatóbb, és csökkentett olajtartalommal bír, ami tökéletesen beilleszthető egy egyensúlyban tartott, tényleg odafigyelős balansz életmódba, és hát kiváló, mert hát a mák kedvencem a savanyú uborka után, tényleg imádom. A második apró sütemény egy mustármaglisztel készült köménymagos sajtos perec volt, vagy rúd, tök mindegy egyébként, hogy formázzuk. Lényeg a lényeg, hogy a mustármagliszt íze a köménymaggal és a sajttal szerintünk nagyon finom, és nagyon különleges színében is, egy kicsit borsos az egész, fűszeres,
és tényleg szívvel ajánlom kipróbálni, mert főleg most így húsvét előtt tök jól jönnek ezek a kis apró sütik. A mustármagliszt egy szuper értékes fehérje forrás, bázis lisztként is használható, bár én a teljes lisztmennyiségnek csak a 20%-át cseréltem ki a mustármaglisztre, hogy ne legyen annyira hangsúlyos az íze. Egyébként pácokhoz, házi mustár készítéséhez is tudjuk használni, vagy házi tésztákat is készíthetünk vele, ami szerintem egy végtelenül izgalmas lehetőség. Hú, a fekete kömény maglisztből, ami egyébként az egyik legjobb élettani tulajdonságokkal bír, tehát baktérium és vírusörő és gyulladásgátló hatással bír és rendelkezik, vagy ad, vagy... Szóval a fekete kömény magliszt egy tényleg egy nagyon értékes liszt, ebből kovászos krékert készítettem, ami egyébként tök jó végül is, hogy így alakult, mert hogy lehetetlen volt abba hagyni. És hát nyilván, minél többet teszel belőle, akkor annál egészségesebb ezt nem jól. Oké, ez hülyeség, de hogy finom volt ez a kréker. Csak úgy kapkodtuk. Valahol a tortilla és a kréker között volt az egész. Összegyúrjuk a tésztát fakanállal, majd kézzel kinyújtjuk, megsütjük és összetörjük, vagy felvágjuk szeletekre, és tényleg egy nagyon gyors recept, se keleszteni, se pihentetni nem kell. Fekete kömény maglisztet a kínai gyógyászatban régóta használják, mint mindent gyógyító gyógynövény. Enyhén hagyma íze van, illetve megtörve kicsit a borsra és a szurokfűre emlékeztet. A mandulás, vörös, áfonyás, napraforgó maglisztes kantucsi volt. Erről a receptről is láthatok videót a blogon, ahogy nyammogom az ágyon, az új ágyunkon, végre van új ágyunk, de a lényeget nem mondtam el, hogy miért annyira örülök magának, hogy a hálóból videózom, mert hogy sikerült végre venni egy ágyat is, mert nem a földön alszunk matracon, na mindegy, ez volt a januárnak a legnagyobb öröme, hogy egy év után végre nem a földön alszunk. Másnap meg szép új konyhája lesz. Egy szuper olasz ropogtatni való, a napraforgó maglisztnek pisztácia íze van, ami így valami zseniális. Csodálatosan alacsony szénhidrát tartalma van a napraforgó maglisztnek, nagy felkiáltó jelek, és magas fehérje tartalma 100 g maglisztben, 1,8 g szénhidrát, 44 g fehérje. Hát ez mi? És 12,7 g zsír található. Tehát makrotápanyagok arányaiban zseniális, és egyébként ezt általában az összes maglisztre el lehet mondani, hogy mindegyiknek baromi magas a fehérje tartalma, alacsony vagy közepes a szénhidrát tartalma, és a zsír tartalma is viszonylag alacsony, mert hát ugye az olaj kipréselése utáni pelletből keletkeznek ezek a maglisztek őrlése. És hogy ez így zseniálisan beilleszthető tényleg egy egyensúlyi étkezésbe, vagy egy sporttáplálkozásba is. A napraforgó maglisztnek a klorofil tartalma szódabikarbónával, vagy sütőporral érintkezve egy olyan reakciót vált ki, amitől a termék kihűlve zöldszínűvé változik. Igen. Ezt a reakciót egyébként egy evőkanál sav, valamilyen sav, tehát citrom, méz, író vagy alma ecettel ellensúlyozni tudjuk, hogyha a tésztához keverjük. A következő süteményem szőlőmaglisztel dúsítottam, ami kifejezetten magas antioxidáns tartalmú lisztje a grappóillának a szőlő örleménye mellett. De nagyon-nagyon egészséges lisztek. Egy szuper egyszerű croissantot készítettem belőle, amit itt teljesen vonatkoztassunk el a bonyolult croissant filozófiájától, mert készítünk egy nagyon gyors keltésztát, amit 8 részre vágunk, kis körökké nyújtjuk, egymásra pakoljuk, mint a csúsztatott palacsintát, úgy, hogy közéjük vékony vajlapokat teszünk, pihentetjük, kinyújtjuk egy nagy köré, cikkelyekre vágjuk és feltekerjük. Ugyanúgy, mint a lenmag, a szőlőmag egészben vagy szétrágva sem tudja kifejteni előnyös élettani tulajdonságait, ezért összeörlik, így a benne található hatóanyagok ki tudnak szabadulni. A fontos info, hogy a szőlőmag lisztnek magas a hőtűrő képessége, éppen ezért süteményekbe kiváló, és megőrzi azokat az előnyös tulajdonságait. A szőlő magliszt gluténmentes, ezért nem használható 100%-ban sütésnél, mert hát ugye a glutén szerkezet nem tud úgy kialakulni magában a tésztában. A recepteknél cseréljük ki a receptben szereplő liszt mennyiség 7-10%-át szőlő maglisztre.
Hú, Csipke Bogyó Magliszter egy gofrit készítette, és találtok videót a csatornámon. Tök Magliszter készült kakaós kevert sütemény, amit egy chia maggal készült, vagy sűrített erdei gyümölcs dzsemmel ettünk, és kicsit felvert habtejszínnel. Ó, nekem ez nagyon-nagyon ízlett, szóval amilyen egyszerű, annyira finom, és tényleg varázslatos, tojásmentesen készítettem el a receptet, hogy még jobban okosodjak az alapanyagok használatát illetően. A tojást itt almaszószal cseréltem ki, illetve az almaszószt édesítőként is használtam a sütibe. Maga a tök magliszt is gluténmentes, magas fehérje tartalommal bír, és megtalálható benne 8 féle eszenciális aminosav. A hagyományos búza finom lisztnek a 30%-át cserélhetjük ki tök maglisztel. Arra érdemes még odafigyelni, hogy szintén zöld színűvé változtatja a sütemények. A szőlőhéj őrleményből tegnap zapkásához kevertem, tehát hogy így nyersen elkészítettem a zapkását, és akkor így toppingnak a tetejére a piros gyümölcsök mellé és a granóla mellé odaszórtam. Hát olyan vörösboros lecsengése van, mintha 10 perce ittál volna már egy testes vörösbort, és kicsit érzed még a szádba, tehát hogy eléggé karakteres. Ezek az egészséges dolgok számomra tökre beleférnek a kompromisszumba, mert tudom, hogy én azt miért teszem meg, miért jótékony, és én ettől csak több leszek. És a... Nem hiszem. És lássuk azt a három, top 3 kedvenc lisztemet. Az első a lemagliszt, a második liszt a mákliszt, imádom, top alapanyag, és a harmadik pedig a mogyoró liszt, és a mogyoró liszttel készült brownis mogyoró musz torta. Nekem ez a három volt a kedvencem, bár mondjuk a csipkebogyó maglisztes gofrit is imádtam. Szóval, hogy itt most felsorolhatnám az összeset. Na jó, ez szerintem egy elég hosszú videó lett, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha kitartottatok velem és megnéztétek, és remélem, hogy hasznos volt ez a mai videó. Nyomjatok egy lájkot, hogy ha tetszett, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!